Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Lássuk, mi történt az elmúlt időszakban. Megszavazta a képviselőtestület a Virágzó Visegrád program koncepciójának Magyarország kormánya felé való beterjesztését. Egy egykor édességboltként működő épület lebontásával új közt avattak Dunabogdányban. Köszönetet mondtak a budakeszi tűzeset károsultjai a tahitott falui általános iskolásoknak. Közösségi faluszépítő projektet szervezett Zebegény önkormányzata. Közel 30 fős delegációval érkeztek a holland testvérgyülekezet tagjai Kisorosziba. Sportrovatunkban tájékoztatunk a tabellák állásáról. Bécsi László természetfotóiból nyílt kiállítás a Pócsmegyeri rendezvényközpontban. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Megszavazta a képviselőtestület a Virágzó Visegrád program koncepciójának Magyarország kormánya felé való beterjesztését. Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára nyújtotta be a magyar kormány felé Visegrád önkormányzata a Virágzó Visegrád program koncepcióját. A miniszterelnök az év elején a városban megtartott Fidesz-KDNP frakció ülésen hívta fel Félegyházi András polgármester figyelmét a lehetőségre, melynek keretében teljes körű fejlesztés valósulhat meg a városban. Hatházi Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, jelenleg a megyei jogú városok átfogó korszerűsítése van folyamatban, azt követően pedig várhatóan ősszel indul a modern kisvárosfejlesztő program, melynek Visegrád is részese lesz. Február 15-én volt a Fidesz-KDNP frakciónak Visegrádon frakcióülése, és ennek alkalmával kaptuk azt a megtisztelő feladatot miniszterelnök úrtól, hogy foglaljuk össze mindazon lehetőségeket, irányokat, fejlesztési ötleteket, javaslatokat, amelyek bennünk itt Visegrádon megfogalmazódnak, és amelyek vélhetően önkormányzati saját hatáskörben, saját forrásból soha nem tudnának megvalósulni, ugyanakkor, mint lehetőség, akár évtizedek óta hevernek parlagon. Félegyházi András polgármester elmondta, a Virágzó Visegrád program egy olyan javaslatcsomag, amely még számtalan egyeztetés előtt áll. Nem a megvalósulás ígérete, hanem a további érdemi munka lehetősége. Kiemelte, a tervezet funkciók szerint tematizálva csoportosítja az önkormányzat elképzeléseit. Vannak vagyonpolitikával foglalkozó, vannak területfejlesztéssel foglalkozó fejezetei, lakosságit, az önkormányzat ingatlan gazdálkodásával kapcsolatos kérdések, és ezeket programok köré, vagy programokba szerveztük. Tehát vannak közművelődést célzó, közoktatás közművelődést célzó visegrádi program, van ez az Ápli Lajos program, a idegenforgalmat fejleszteni célzó program, a műemlékeket, épített örökséget védő, fejlesztő program, a természeti környezetet óvó, fejlesztő program, Makovec Imre örökségét ápoló program, és ezek a programok, ahogy az előbb mondtam, egymásra figyelnek, egymással összefüggenek, és hát nyilvánvalóan úgy is próbáltuk ezeket meghatározni, hogy a már ismert kormányprogramokba ezek aztán szándék szerint illeszthetőek legyenek. Bár a program tartalmaz új gondolatokat, többségében az elmúlt évtizedek külön-külön megfogalmazott fejlesztési terveit összesíti. Az újszerűsége abban van, hogy egységként tekint Visegrádra, és a különböző területeket egymás vonatkozásában egymásra épülve kezeli, mondta el Félegyházi András. Számomra is egy nagyon érdekes és tanulságos folyamat volt együtt látni a bakancsos turizmus kérdéskörét a Dunapart fejlesztéssel, a Sulek programmal, a várfejlesztéssel, tehát hogy ezeket egy egész látó pillanat ez a néhány tucatnyi oldal. A programot Félegyházi András polgármester, Kucsera Tamás alpolgármester, valamint Hintenberger András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke állította össze, majd véleményeztették helyi szakemberekkel
Buzai Péterrel, a Visegrádi Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjével, Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával, Cseke Lászlóval, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület elnökével, Gróf Péterrel, a Mátyás Király Múzeum régész muzeológusával, illetve dr. Huszár Sándorral, a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház igazgatójával. A véglegesítés előtt három fórumon vitatták meg a tervezetet a visegrádi civil szervezetekkel, a városban működő állami intézmények vezetőivel, Hadházi Sándor országgyűlési képviselővel és az Okos Jövő Innovációs Klaszter társelnökével, Huber Krisztiánnal. Itt igazából nem azt mondom, hogy vastagon foghalt a ceruza, hanem inkább azt mondom, hogy a lényegi kérdésekkel kell foglalkozni elsősorban. Egyrészt a természeti és történelmi emlékek, illetve környezetrendbetétele, hosszú távú fejlesztése, és igazából a fő cél az az, hogy Visegrádon olyan bevételek keletkezzenek, akár a királyi palotában, akár a környező erdőkben, a kiránduló központban, a fellegvárban is, a vállalkozóknál, amely megteremti annak lehetőségét, hogy mindenféle további kormányzati és egyéb támogatás nélkül Visegrád egy egészséges fejlődő pályát tudjon befutni, és egy fenntartható fejlődést tudjon megvalósítani. A Virágzó Visegrád programot a Város Képviselőtestülete május 5-i ülésén tárgyalta, és egyhangú szavazás eredményeként javasolta a magyar kormány elé való terjesztésre. Egy egykor édességboltként működő épület lebontásával új közt avattak Dunabogdányban, amely a Kis Cuki köznevet kapta. Dunabogdányban az iskola udvar felújításának egyik állomásaként összenyitásra került a József Attila utca, valamint az iskola udvar. A 2016-ban elkezdett mintegy 95 milliós összköltségű beruházás mostani fázisa 40 millió forintba került. A területet az önkormányzat megvette, a lebontott ház helyén parkolók, valamint új út került kialakításra. A telek határon egy fal is épült, amelyet a trafikkör tervezett oly módon, hogy felhasználásra kerültek a lebontott épület anyagai is, és egy ötlet nyomán helyet kaptak rajta a község történetének főbb évszámai és eseményei is. Azonban más történeti vonatkozással is bír a kialakított hely. 20 évvel ezelőtti bezárásáig a most lebontott házban működött egy édességbolt, ennek a közszájon forgó nevét kapta az új terület, így lett a neve Kis Cuki köz. Remélem, hogy mindenkinek tetszett és ízlett az a kis málna cukor, amit a bejáratnál lehet kapni, ezzel próbáltuk visszaidézni az egykori Kis Cukinak az emlékét, ahol most ez a Kis Cuki köz van, ahol korábban a Kis Cuki bolt állt. Ez egy kicsi szín volt akkori életünkben, amikor néhány fillérért még hozzá lehetett jutni olyan dolgokhoz, amihez egyébként nem. Amiket egyébként akkor láttunk, hogyha külföldi vendégek jöttek hozzánk és hoztak nekünk ajándékba csokit. De azért ne felejtsük el, hogy honnan indultunk. Ez azért nagy eredmény, mert 27 év egy irányba ment. Minden település vezető és vezetés képviselőtestülettel együtt az iskolát kiemelt projektként kezelte. Schuster Gergely beszédében összefoglalta az elmúlt két évtized iskolai vonatkozású fejlesztési munkáit. 1994-ben tornacsarnok épült, a 2000-es évek elején az iskolát renoválták, 2006-ban adták át az uszodát, 2014-ben az új étkezőt. 2016-ban új sportpálya épült, valamint a napkollektorok révén megújuló energia szolgálja az intézmény energiaellátását. Ez utóbbi üzleti befektetésként valósult meg, és az udvarfelújítási projektől függetlenül mintegy 60 milliós beruházást jelent. Az út és a járda mellett megy egy fal, amelyen Dunabogdánynak a történelme, fontosabb történelmei rajta vannak. Rengeteget lehetett volna föltenni, válogattunk, hogy mennyi, 28 darab került ki, de rengeteget ki kellett második sorba tenni. Ezen rajta vannak a legfontosabb dátumok, és bízunk benne, hogy azok a gyerekek, akik itt naponta elhaladnak, el fogják olvasni, és tudják, hogy hova születtek, milyen történelmem, és tudják azt is, hogy hova jöhetnek majd mindig haza.
Az utca megnyitásával az építető önkormányzat tervei szerint a község nevelési és tanintézményeihez érkező napi forgalom is jobban eloszlik. Fizikailag kőhajításnyira került egymástól az óvoda és iskola, azzal, hogy a két épület együttes között egyfajta teret alakítottak ki. Az átadón mindkét intézmény növendékei műsorral léptek fel. Az átadás aktusaként Schuster Gergely az egykori helyi polgármesterekkel, Horváth Imrével, Schuster József képviseletében az elhunyt polgármester feleségével Sas Klárával, Bonifert Ferenccel, Pályi Gyulával, valamint a nevelési és tanintézmények vezetőivel, Gréf Albertnéval és Pátné Faragó Évával közösen vágták át a nemzeti színű szalagot. Az egykori polgármesterek mellett az átadó ünnepség vendége volt a mintegy 60 fős delegációval érkező német polgármester Jürgen Kiszl Dunapogdány testvértelepüléséről, a baden-württembergi Leutenbachból. Dunabogdan az elmúlt 18 évben második otthonom lett. Örülök, hogy ismét itt lehetek. Leutenbach und Dunabogdan, das ist das ein hoher... Leutenbachra és Dunabogdánra is jellemző, hogy a kiadások jelentős részét fordítják a gyermekekre és az ifjúságra, az óvoda és iskola fejlesztésére, hiszen ez jelenti a jövőt. Die Zukunft unserer Gemeinden. Und wir haben ja auch bekräftigt im Juni 2000 die Partnerschaft bekräftigt. 2000-ben a partnerkapcsolatok 10. évfordulóján, amikor a két település a köztük lévő szerződést aláírásával újra megerősítette, mindkét település vezetői hitet tettek, hogy e területeket fogják támogatni. Örülök, hogy Leutenbachból két héttel ezelőtt két óvónő is járt Dunabogdányban. A gyermekek német nyelvtudását elősegítendő, mert ez a jövőjét is jelenti a két település kapcsolatának, hogy itt a német nyelvet ápolják, a németeknek ugyanis nehézséget jelent a magyar nyelv. Jürgen Kiszl kiemelte, ha a történelmet nézzük, 1648 és 1945 között 48 háború zajlott a kontinensen, Európa nem volt méltó nevének eredeti jelentésére, miszerint Európa egy távolba látó nő alak. S noha napjainkban is vannak nehézségek, a rendszerváltás óta béke van. A polgármester köszönetet mondott Magyarországnak a vasfüggöny lebontásában tett erőfeszítéséért. Ez tette lehetővé a közös kapcsolatokat is, amely méltán európai és példaértékű, tette hozzá a polgármester. Leutenbach, Dunabogdan, uns verbindet seit... Leutenbach és Dunabogdány 27 éve áll kapcsolatban. Ahogy mondani szokták, ez valóban példaértékű partnerség, futballhasonlattal élve, mi Európában a Bajnokok Ligájában játszunk. Schuster Gergely köszönetet mondott a tervezésben és kivitelezésben résztvevő személyeknek, és megköszönte a leutenbachiak hozzájárulását a beruházáshoz. A fejlesztés részeként a Kiscuki köz iskola felüli részén egy kis kert is kialakításra került, amelyben egy emlékművet állítottak a két település, Leutenbach, valamint Dunabogdány immár 27 éves barátságának tiszteletére. Az emlékművet a két regnáló polgármester kíséretében, a kapcsolat elindításában kulcs szerepet játszó dunabogdányi születésű és a sváb kitelepítés után Leutenbachban élő Kreisz Regina koszorúzta meg. A dunabogdányi részfúvós kvintet közreműködésével ért véget az átadó ünnepség. A községbe érkező német delegáció azonban nem csak a Kiscuki köz avató ünnepségére érkezett Dunabogdányba. A partnerkapcsolat keretében rendszeresen zajlanak kölcsönösen vendégutazások, az idei évben a szokásoknak megfelelően a németek vendégeskedésére került sor. Hivatalos programjuk alatt látogatást tettek a Gödöllői Királyi Kastélyban, valamint Budapesten, szombaton a polgármesteri hivatal kertjében pikniken vettek részt, majd a tiszteletükre rendezett sördír utánon találkozhattak a falu közösségével. Leutenbach,
Itt a művelődési ház udvarán a helyi nemzetiségi csoportok mellett a delegációval utazó leutenbachi harmonika zenekar is fellépett, majd az est bállal zárult. Vasárnap az átadó ünnepség mellett este egy zenés borkóstolóra került sor, ahol mintegy 120 leutenbachi és dunabogdányi vendégnek a Fakult Egyesület 8 mintán keresztül német nyelvű filmekkel a különböző magyar borvidégeket mutatta be. A vendégek hétfőn még Vácra kirándultak, este pedig a művelődési házban búcsú vacsorán vettek részt, majd kedd reggel utaztak haza Németországba. A kapcsolat ápolásának következő alkalma a testvértelepülés legnagyobb szabadtéri rendezvénye, a leutenbachi Hokkece, ahol a szokásoknak megfelelően magyar stand is lesz, és művészeti csoport is képviseli Dunabogdányt. A tahitótfalui általános iskola tanulói tavaly októberben adományokkal segítettek egy leégett társasház tulajdonosainak. A lakatos házaspár most személyesen jött el köszönetet mondani a gyerekeknek. Köszönjük szépen még egyszer a segítségeteket, nagyon jó időben jött, és nagyon sok dolgot tudtunk használni belőle. Lakatos Mónika és Lakatos József köszönetet mondani érkeztek a tahitótfalui Polák Mihály általános iskolába. A házaspár háza tavaly októberben a tűz martalékává vált. Egy társasház egyik lakóépülete gyulladt ki Budakeszin, és a lángok a Lakatos család otthonára is átterjedtek. Két ház teljesen kiégett, míg egy harmadiknak a tetőszerkezete sérült. Lakatosék lakása lakhatatlanná vált, szinte mindenük odaveszett. Néhány nappal később 50 tahitótfalui kisiskolás látogatott a város hivatalába, hogy a két nap alatt összegyűjtött adományaikat átadják a három tűzkárt szenvedett budakeszi családnak. Kaptuk az értesítést, hogy tahitótfalu általános iskola segítségünkre sietett tartós élelmiszer ruházat vonatkozásában. Az elsők voltak, akik segítőkezet nyújtottak. Nem tudjuk kellően meghálálni, amit első napokban tettek értünk. Miután a tahitótfalui diákok értesültek a tragédiáról, a megrázó képek és videók cselekvésre sarkalták őket. Az iskola alsó tagozatos tanulóinak szülei felhívást tettek közzé, melyben kérték, aki tudja, támogassa az ügyet. Két nap alatt számtalan csomag érkezett az intézménybe, melyek tartós élelmiszereket, vegyi árut, iskolaszereket és játékokat tartalmaztak. A gyerekek, a szülők és a tanítók összefogásával péntek reggelre megtelt egy bérelt busz csomagtartója és utastere is, hiszen a diákok személyesen indultak útnak, hogy átadják az adományokat. Lakatos Mónika elmondta, nem csak fizikálisan segített rajtuk a kisiskolások gyűjtőakciója, hanem lelkileg is sokat jelentett számukra. Tulajdonképpen ott álltunk, hogy nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, és az az összefogás, amit a gyerekek becsempésztek a budakeszi önkormányzatnak a nagy termébe, az valami hihetetlen volt, tehát az nagyon jó érzés volt, hogy egyedül vagyunk, de mégse vagyunk egyedül, mert nem. A házaspár elmondta, a sok nehézséget követően lassan rendeződik életük. Végeredményben a keszi házat, ami leégett, azt nem tudtuk megmenteni, bár szerettük volna. A biztosítási összegből két településsel Kijev, tehát nyugat felé, Zsámbék határában tudtunk egy kis házat venni. Még a rendbetétel folyik a mindennapos életünk, de már fedél van a fejünk fölött, és kezdünk visszatérni a régi kerékvágásba, nagyjából legalább. Most egy kicsit bizakodva nézünk előre a jövőbe, hogy valami jobban alakul. Nagy örömmel tettük, hogy a bajban segíthettünk. Szívünkbe beleégett az a fájdalom, amit a budakeszi tanácsteremben láttunk. Miként októberben a budakeszi polgármesteri hivatal termében, most ismét meghatottságtól könnyes szemmel álltak diákok, szülők, tanárok és a lakatos házaspár.
Zakar Ágnes igazgatónő hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a gyerekek már most megtapasztalják a segítségnyújtás örömét. A legfontosabb az, amikor a másik ember bajban van, akkor összefogunk és segítünk. És az különösen jó, amikor iskolások teszik ezt, meg a kedves szülők is csatlakoznak egy-egy ilyen ügyhöz. Akkor, amikor ők jöttek nekünk segíteni, mikor szükség volt rá, úgy gondoltuk, hogy minimum ez a gyerekek felé, és a szülők felé, az iskola felé megköszönni egy gesztus tulajdonképpen, ami akkor nekünk nagyon jól esett, ezt így próbáltuk egy kicsit viszonozni. Közösségi faluszépítő projektet szervezett Zebegény önkormányzata. Az egésznapos esemény során mintegy 4 köbméter szemetet gyűjtöttek össze a település lelkes lakói. Idén tavasszal is összegyűltek Zebegény lakosai, hogy közösen tegyék szebbé szeretett településüket. Az önkormányzat szervezésében megvalósuló faluszépítő projekt programjában a gajvágás, a gerebjézés, a kapálás, az ásás és a szemétszedés mellett virágültetés is szerepelt. A közös ügyünk elnevezésű tavaszi nagytakarításon Zebegény önkormányzatának szinte minden dolgozója képviseltette magát, valamint 4 helyi civil szervezet közel 30 lelkes tagja is csatlakozott a kezdeményezéshez. A résztvevők főként a temetőben, a Kossuth Lajos utcában, a Dunaparton, illetve a települést átszelő Euróveló 6-os bicikliút környékén tevékenykedtek. Krebs Gábor elmondta, közel 400 virágot ültettek el a faluszépítő projekt keretein belül, melyek egy részét Zebegény lakosai ajánlották fel. Az önkormányzati képviselő kiemelte, hogy a település területén hetente több köbméternyi, jórészt illegális hulladék keletkezik, s csak az egynapos tavaszi nagytakarítás során mintegy 4 köbméter szemetet gyűjtöttek össze. A faluszépítő projekt zárásaként az önkormányzat paprikás krumplival vendégelte meg a lelkes résztvevőket. Zebegény önkormányzatának tervei között szerepel még egy közösségi nagytakarítás megszervezése az idei nyár során. Közel 30 fős delegációval érkeztek a holland testvérgyülekezet tagjai Kisoroszéba. A kisoroszi és a dédemszvárti református gyülekezet közel 20 éves testvéri kapcsolatot ápol. A közel 2 évtized alatt rendszeresen látogatták egymást a két település lakói. Ezt a kapcsolatot még Makai Lilla tiszteletes asszony alakította ki több mint 20 évvel ezelőtt, és neki köszönhetően nagyon sok kisoroszi jutott el Hollandiába, idősebbek és fiatalabbak egyaránt. Idén tavasszal a holland közösség vendégeskedett a Dunakanyari településen, ahová 5 kis busszal közel 30-an érkeztek. A delegáció tagjait a református misszió épületében szállásolták el. Az egyhetes programot a hollandok saját maguknak állították össze, de kisoroszi lakói is tartogattak meglepetést számukra. Vasárnap a református templomban magyar és holland nyelven ugyanazt az igét magyarázta mindkét gyülekezet lelkipásztora, majd Teleki Aidan, gróf Teleki Pál helyben élő dédunokája, egykerekű világbajnokságok résztvevője akrobatikus bemutatót tartott a delegáció tagjainak. Ezután a csoport egy része meglátogatta a Kisoroszi Helytörténeti Múzeumot, ahol Futaki József citera játékára hollandul énekelték a 42. Zsoltárt. Este pedig a Szigetorban a hollandok vendégelték meg gulyással a helyieket. A hét folyamán játszottak barátságos holland-magyar labdarúgó mérkőzést, ellátogattak a terrorházába, kirándultak a Börzsönybe, megtekintették a Szentendrei Református Gimnáziumot, és felkeresték a kisoroszi általános iskola diákjait is. A hollandok, mikor Kisoroszéban járnak, soha nem mulasztják el, hogy iskolánkat meglátogassák, és nem szoktak üres kézzel jönni. Mi a gyerekek izgatottan várjuk őket, mi is igyekszünk kis kedvességgel fogadni őket. Volt, hogy magyar játékot tanítottunk nekik, volt, hogy holland dalocskát tanultunk meg, és velük együtt karaokéztunk. Készítettünk már nekik a Dunakanyarról könyvjelzőt, és most ebben az évben pedig a holland és magyar nemzeti színeket tartalmazó kulcstartóval leptük meg őket. A hollandok látogatásának idején épp nemzeti ünnep volt hazájukban.
a mindenkori király vagy királynő születésnapján narancssárgára festett hajjal, narancssárga ruhába öltözve és narancssárga italokat fogyasztva tiszteleg a nép uralkodója előtt. Ezen a napon engedélyezi a kormány, hogy bármilyen adó, illetve járulék fizetése nélkül áruljanak az utcán az emberek. Ezért számos bolhapiacot tartanak ilyenkor, de ugyanakkor koncertekkel és más különleges programokkal is ünneplik a jeles dátumot. A hollandok a kisoroszi iskolában betekintést nyújtottak szokásaikba, és tréfás játékokkal lepték meg az alsó tagozatos diákokat. Ezen a napon buli van az egész városban, rengeteg a szabadtéri koncert, amelyekről senki sem akar lemaradni. A hollandok adományokat is hoztak Magyarországra. Közel 800 eurót gyűjtöttek önkéntes munkával. A fiatalok autót mostak, valamint süteményeket és szendvicseket árultak az iskolában, illetve ruhákat gyűjtöttek. A kisoroszak is készültek az alkalomra. A diákok a nemzeti zászló színeit szimbolizáló kendőkkel mutattak be koreográfiát. A holland vendégektől közös szalonna és kolbászsütéssel búcsúztak a kisorosziak. Utolsó este forralt bor mellett idézték fel a korábbi látogatásaik emlékét. Így utólag még megcincálta az oroszlán bajszát a sereghajtó a megye 3-as labdarúgó bajnokság északi csoportjában, ám ennek rossz vége lett. Lefordítom, az utolsó körben sem tört meg Zebegény nyeletlenségi sorozata. Igaz, erre nem is volt sok esély, a csapat ugyanis a bajnokság második helyén záró Csővárhoz látogatott. Boros Tamás révén a 17. percben ugyan megszerezte a vezetést a vendéggárda, a vége azonban 7-3-as csővári siker lett. A zebegényi gólokat Boros Tamás és Sinkó Balázs lőtte, előbbi kétszer volt eredményes. A többi pályán is, ahogy már megszokhattuk, potyogtak a gólok. A bajnok Püspök 65-1-re győzte le Márian Osztrát, Letkés 4-2-re verte Pencet, Nagymaros 3-1-re rádott, míg a forduló egyetlen idegenbeli sikerét Kós Palag aratta a Szobon elért 3-2-es győzelmével. És ahogy az már fordulók óta biztos volt, Püspök 60 nyerte a 2016-2017-es megye 3-as labdarúgó bajnokság északi csoportját, a második helyen Csővár, a harmadikon végül Nagymaros végzett. Szob lett a negyedik, Rád az ötödik, Vác pedig a hatodik. Zebegény 3 döntetlen mellett 19-szer kapitulált ebben a szezonban. Mérkőzést nem sikerült nyernie a csapatnak, így egyáltalán nem meglepő, hogy az utolsó 12. pozícióban zárta a szezont. Zárásképp északnyugaton is lecsapott a gólzuhi. A bajnoki címet végül nagy előnnyel megszerző Pilis Szántó 6-2-re verte idegenben Visegrádot. Tahitót falu némi meglepetésre 3-2-re legyőzte a sokáig bajnoki álmokat szövegető Ürömöt. Azért mondom, hogy némi meglepetésre, hiszen a Tahitót falui csapatban több, a megye 2 torony magassal megnyerő, és jövőre már a megyei első osztályban játszó futballista is feltűnt. Bravúros sikerből Buda Jenőn sem volt hiány, ráadásul mindez Duna Bogdány érte el. A végül negyedikként záró vendég együttes Silik Bálint duplájával, valamint Nyiscsák István és Bódi Ferenc góljaival 4-2-re győzött a tavalyi nagy rivális otthonában. A csoport negyedik mérkőzésén viszont semmi meglepetés nem történt, Perbál 8-1-jel küldte haza Sojmárt. A bajnok tehát Pilis Szántó lett, 6 ponttal megelőzve Perbált és Ürömöt. Utóbbi csapat egyértelműen a szezon hajrájában bukta el a bajnoki címet, Üröm az utolsó 4 meccséből egyet sem tudott megnyerni, 3 vereség mellett 1 döntetlent ért el a csapat. Duna Bogdány címvédőként végül 37 pontot zsebrevágva a negyedik pozícióban zárta a szezont, Visegrád a 10., Tahitótfalu pedig az utolsó, 11. helyet szerezte meg. Csobánko ezúttal sem tudta befejezni a szezont, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a kizárás sorsára jutott a gárda. Bécsi László természetfotóiból nyílt kiállítás a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban.
A festészet után egy technikai művészet kapott teret a Pocsmagyari Rendezvényközpontban. Ezúttal Bécsi László, zoológus, ornitológus természetfotói díszítették az előcsarnok falait. A megnyitó ünnepségen Szőcs Péter, a település kulturális programjainak szervezője köszöntötte a kiállító művészt, akit életének főbb állomásairól faggatott. 1957-ben megismerkedtem a későbbi tanítómesteremmel, Schmidt Egonnal, akivel elkezdtem a madarakat megismerni, sorra jártuk az erdőket, mezőket, és mivel ő nem fényképezett, azt mondta, hogy mi lenne, ha fényképeznél, és akkor ezeket a dolgokat másoknak is meg tudnánk mutatni. Az 1943-ban született Bécsi László ekkor mindössze 14 évesen kötött örökbarátságot a természettel és Schmidt Egon Kossuth díjas íróval, akivel mindmáig közös alkotótársak. A fotós 1967-ben az ELTE-n szerzett zoológusi diplomát. Ugyanebben az évben jelentek meg első ismeretterjesztő cikkei az Élet és Tudomány, valamint a Búvár magazinban, illetve fekete-fehér képeit tankönyv illusztrációként közölte a Móra könyvkiadó. A fő témám, amikor dolgozni kezdtem, az ismeretterjesztés volt, ugyanis én nem annyira a művészkedés irányába mentem, hanem arra, hogy a diákokat, iskolákat járva a természetismeretet bővítsem. És hát ez rányomja bélyegét az egész munkámra. Dolgoztam a Természetvédelmi Hivatalba, a Madártani Intézetbe, és 10 évig voltam az Állatvilág újságnál, amely 10 év után megszűnt. Az elmúlt évek során közel 5000 képet publikált, melyek egy része Schmidt Egon könyveit illusztrálja. Közös munkájuk az Ezer ágán ezer fészek című természetkönyv Nívó díjban részesült. A két kiadást is megért, csaknem 100 000 példányban megjelent kötetet segédtankönyvként használják a biológiai és a természetismeret órákon. Közel 10 esztendőt töltött az Állatvilág magazinnál, amelynek köszönhetően a nagy közönség is megismerhette természetfotóit. A képeivel illusztrált 25 könyv közül 3 teljesen a saját munkája. Említésre méltó közülük a Vértelen vadászat című kötet, mely fotós munkájának klasszikus epizódjait örökíti meg fekete-fehér képekkel. Legutóbb májusban jelent meg Schmidt Egonnal közös kötete Nyitni kék címmel. A Schmidt Egon írt cikkeket egy újságban, ezeket a cikkeket összegyűjtötték, és az a címe, hogy Nyitni kék. Hát a széncinke, mikor tavasszal, márciusban elején elkezd szépen énekelni, akkor nyitni kék, és nem csak a széncinkéről, hanem az összes olyan madárról, amelyik hangot ad, vagy nálunk költ, vannak benne élményei. Ezen kívül naptárak, leporellók és lemezborítók is kikerültek Bécsi László keze alól. Több kiállításon szerepeltek képei, és 20-nál több madárfajról készített videófilmet. Ezúttal lakóhelyén, Pócsmegyeren is megmutatta alkotásait, ahol beszélt a közönségnek a fotózásról és a madárvilágról is. Elmondta, meg kell találni a megfelelő módszert minden madárfaj lefotózásához, hiszen vannak szárnyasok, amelyek a földön, mások pedig magaslaton fészkelnek. Senki se született zsenének vagy fotóművésznek, hanem a teljesen amatőr szintről elindul van napról napra, hétről hétre több tapasztalatot gyűjt az ember, és amikor egy feladat van, amit meg kell oldani, akkor az ember összeszedi minden ismeretét és megpróbálja. Rengeteg kudarc, rengetegszer nem sikerül, rengeteg probléma van. Vagy az, hogy az ember megsérül, vagy az, hogy a madarat valami megeszi, egy ragadozó, egy görény, egy menyét, egy sólyom nyest az erdőbe. Tehát ez egy folyamatos munka, amit az ember most is csinál. Bécsi László kiemelte, a fotózás technikájában az utóbbi években forradalmi változás zajlott le. A kezdeti filmtekercsekre való rögzítést felváltotta a digitalizáció.
Mi, amikor kezdtünk, tehát Magyarországon Homoki Nagy István, Tildi Zoltán, Koppán Károly és társai, akik nálunk jóval idősebbek, őnek az ő könyveiket forgattuk, és nézegettük, hogy vajon hogy csinálhatták, mint csinálhatták. Ez mind-mind filmre ment. Tehát film az azt jelenti, hogy a fényképezőgépben egy film van, elexponálom, elviszem a laboratóriumba, vagy magam előhívom, és utána megtudom, hogy hogy sikerült. Ezután a 90-es években egy nagyon intenzív átalakulás történt a digitális fotózás irányába. Kezdetben nagyon kis teljesítményű gépek, sokan azon intettek, hogy ebből sose lesz semmi, de a végén elérkezett egy olyan szintre, amikor már érdemes volt vele foglalkozni. Én konkrétan 2004-ben tértem át a digitális fotózásra. Az itt lévő képek mind filmre készültek, ugyanis ez egy 120 képből álló nagy kiállítás, amit a Természettudományi Múzeumban állítottam ki. Bécsi László egy rövid ismeretterjesztést is tartotta a kiállítás megjelent általános iskolásoknak, illetve helyieknek. Növényvilág, állatvilág. Ezen belül az állatvilág körülbelül 1 millió fajt ölel magában. Ebből a madarak száma az körülbelül 6000 faj. A 6000 fajból Magyarországon előfordul, ami itt él és költ 300, abból 200 az állandóan itt van, télen-nyáron, 100 az úgy, hogy nyáron vonul, vagy télen vonul el, tehát nyárra ide jön költeni, például a bobogypanka, vagy télre elvonul, mint fekete gólya, fehér gólya, stb. A helyi tárlatra Bécsi László, ócsmegyeri és dunakanyari vonatkozású képeit hozta el. A múlt század második felének egyik meghatározó természetfotósaként számon tartott ornitológus, ma már nyugdíjas. Ám fényképezőgépével változatlanul járja a természetet, rendíthetetlenül dolgozik itthon és külföldön egyaránt. Most pedig kérem, tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Gyereknapi piacra várják a lakosságot Dunabogdányban. Június 10-én szombaton reggel 8-tól 12 óráig a Napraforgó Meseszínház előadásával, étellel és itallal fogadják az érkezőket. A rendezvénnyel összekapcsolva a piac helyszínéről startol idén a Brutál Futás, melyre 10 órától lehet nevezni. A kevésbé sportosak 10 óra 30 perctől sétálva vághatnak neki a távnak, majd 11 órakor a futók rajtolnak el a 7,3 kilométeres akadályversenyen. Háromnapos buli helyszíne lesz hétvégén Tahitótfalu, június 9-től 11-éig koncertekkel, bemutatókkal, vetélkedőkkel és epres finomságokkal várják a lakosságot a település védjegyévé vált Eper Fesztiválon. Több neves előadó, például Deák Bill Gyula, Bebe, Nagy Feró, Aracki László és Péter Sramek is fellép a rendezvényen, de ott lesz a Groove House, a Desperado és az Irigy Hónaj Mirigy is. A rendezvényen kihirdetik a Diákalkotók Országos Tűzzománc versenyének eredményét, de a legízletesebb epres finomságokat is díjazza a zsűri. Az Eperárt rendezvény keretében idén a Kecskés Együttes koncertjét hallhatja a közönség, melynek a református gyülekezeti terem ad majd otthont. A Fesztiválparkban szombaton és vasárnap gyermekprogramokkal indul a nap, este pedig fergeteges bulival zárul. Az Eper Fesztiválról további információ a plakátokon olvasható. Idén 6. alkalommal rendezik meg a Zebegény-Hollandia labdarúgó mérkőzést június 10-én szombaton. A kispályás tornán részt vesz egy-két környékbeli csapat, illetve a hollandok mellett egy argentin válogatottat is vendégül látnak a településen. A nyitó meccsek 11 órakor kezdődnek, az egésznapos rendezvényen a sport mellett bográcsozást és zenét is ígérnek a szervezők. Következnek a hírek, még egyszer röviden.
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára nyújtotta be a magyar kormány felé Visegrád önkormányzata a Virágzó Visegrád program koncepcióját. A miniszterelnök az év elején a városban megtartott Fidesz-KDNP frakció ülésen hívta fel Félegyházi András polgármester figyelmét a lehetőségre, melynek keretében teljes körű fejlesztés valósulhat meg a városban. Hadházi Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, jelenleg a megyei jogú városok átfogó korszerűsítése van folyamatban, azt követően pedig várhatóan ősszel indul a modern kisváros fejlesztő program, melynek Visegrád is részese lesz. Félegyházi András polgármester elmondta, a Virágzó Visegrád program egy olyan javaslatcsomag, amely még számtalan egyeztetés előtt áll. Nem a megvalósulás ígérete, hanem a további érdemi munka lehetősége. Kiemelte, a tervezet funkciók szerint tematizálva csoportosítja az önkormányzat elképzeléseit. Bár a program tartalmaz új gondolatokat, többségében az elmúlt évtizedek külön-külön megfogalmazott fejlesztési terveit összesíti. Az újszerűsége abban van, hogy egységként tekint Visegrádra, és a különböző területeket egymás vonatkozásában egymásra épülve kezeli, mondta el Félegyházi András. A programot Félegyházi András polgármester, Kucsera Tamás alpolgármester, valamint Hintenberger András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke állította össze. Majd véleményeztették helyi szakemberekkel, Bozai Péterrel, a Visegrádi Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjével, Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával, Cseke Lászlóval, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület elnökével, Gróf Péterrel, a Mátyás Király Múzeum régész muzeológusával, illetve dr. Huszár Sándorral, a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház igazgatójával. A véglegesítés előtt három fórumon vitatták meg a tervezetet a visegrádi civil szervezetekkel, a városban működő állami intézmények vezetőivel, Hadházi Sándor országgyűlési képviselővel és az Okos Jövő Innovációs Klaszter társelnökével, Huber Krisztiánnal. A Virágzó Visegrád programot a város képviselőtestülete május 5-i ülésén tárgyalta, és egyhangú szavazás eredményeként javasolta a magyar kormány elé való terjesztésre. Kiscuki köznévvel avattak új közterületet Dunabogdányban. A József Attila utca, valamint az iskolaudvar összenyitásával az egykori édességbolt helyén épült meg az új tér, amely a mintegy 95 millió forint összköltségű iskolaudvar felújítás újabb szakaszának megvalósulását jelenti. Az átadó ünnepségen beszédet mondott Schuster Gergely polgármester, valamint a mintegy 60 fős delegációval a községben tartózkodó testvértelepülés Leutenbach polgármestere is. Az eseményen a régi és jelenlegi polgármesterek, valamint az óvoda és iskola intézményvezetői vágták át a nemzeti színű szallagot, a dunabogdányi részfúvós kvintet mellett közreműködtek az óvoda és iskola növendékei is. A beruházás részeként épült Leutenbach kertben felállított emlékművet a két regnáló polgármester kíséretében a dunabogdányi születésű Leutenbachban élő Kreisz Regina koszorúzta meg. Lakatos Mónika és Lakatos József köszönetet mondani érkeztek a Tahitótfalui Polák Mihály általános iskolába. A házaspár háza tavaly októberben a tűz martalékává vált. Egy társasház egyik lakóépülete gyulladt ki Budakeszin, és a lángok a Lakatos család otthonára is átterjedtek. Két ház teljesen kiégett, míg egy harmadiknak a tetőszerkezete sérült. Lakatosék lakása lakhatatlanná vált, szinte mindenük odaveszett. Néhány nappal később 50 tahitótfalui kisiskolás látogatott a város hivatalába, hogy a két nap alatt összegyűjtött adományaikat átadják a három tűzkárt szenvedett budakeszi családnak. Miután a tahitótfalui diákok értesültek a tragédiáról, a megrázó képek és videók cselekvésre sarkalták őket. Az iskola alsó tagozatos tanulóinak szülei felhívást tettek közzé, melyben kérték, aki tudja, támogassa az ügyet. Két nap alatt számtalan csomag érkezett az intézménybe, melyek tartós élelmiszereket, vegyi árut, iskolaszereket és játékokat tartalmaztak. A gyerekek, a szülők és a tanítók összefogásával péntek reggelre megtelt egy bérelt busz csomagtartója és utastere is, hiszen a diákok személyesen indultak útnak, hogy átadják az adományokat.
Lakatos Mónika elmondta, nem csak fizikálisan segített rajtuk a kisiskolások gyűjtőakciója, hanem lelkileg is sokat jelentett számukra. A házaspár elmondta, a sok nehézséget követően lassan rendeződik életük. Miként októberben a budakeszi polgármesteri hivatal termében most ismét meghatottságtól könnyes szemmel álltak diákok, szülők, tanárok és a lakatos házaspár. Zakar Ágnes igazgatónő hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a gyerekek már most megtapasztalják a segítségnyújtás örömét. Idén tavasszal is összegyűltek Zebegény lakosai, hogy közösen tegyék szebbé szeretett településüket. Az önkormányzat szervezésében megvalósuló falu szépítő projekt programjában a gajvágás, a gerebjézés, a kapálás, az ásás és a szemétszedés mellett virágültetés is szerepelt. A közös ügyünk elnevezésű tavaszi nagytakarításon Zebegény önkormányzatának szinte minden dolgozója képviseltette magát, valamint 4 helyi civil szervezet, közel 30 lelkes tagja is csatlakozott a kezdeményezéshez. Zebegény önkormányzatának tervei között szerepel még egy közösségi nagytakarítás megszervezése az idei nyár során. A kisoroszi és a dédemszvárti református gyülekezet közel 20 éves testvéri kapcsolatot ápol. A közel 2 évtized alatt rendszeresen látogatták egymást a két település lakói. Idén tavasszal a holland közösség vendégeskedett a dunakanyari településen, ahová 5 kis busszal közel 30-an érkeztek. A delegáció tagjait a református misszió épületében szállásolták el. Az egyhetes programot a hollandok saját maguknak állították össze, de kisoroszi lakói is tartogattak meglepetést számukra. Vasárnap a református templomban magyar és holland nyelven ugyanazt az igét magyarázta mindkét gyülekezet lelkipásztora, majd Teleki Aidan, gróf Teleki Pál helyben élő dédunokája, egykerekű világbajnokságok résztvevője akrobatikus bemutatót tartott a delegáció tagjainak. Ezután a csoport egy része meglátogatta a kisoroszi helytörténeti múzeumot, ahol Futaki József citera játékára hollandul énekelték a 42. Zsoltárt. Este pedig a Szigetorban a hollandok vendégelték meg gulyással a helyieket. A hét folyamán játszottak barátságos holland-magyar labdarúgó mérkőzést, ellátogattak a terrorházába, kirándultak a Börzsönybe, megtekintették a Szentendrei Református Gimnáziumot és felkeresték a kisoroszi általános iskola diákjait is. A hollandok látogatásának idején épp nemzeti ünnep volt hazájukban. A mindenkori király vagy királynő születésnapján narancssárgára festett hajjal, narancssárga ruhába öltözve és narancssárga italokat fogyasztva tiszteleg a nép uralkodója előtt. Ezen a napon engedélyezi a kormány, hogy bármilyen adó, illetve járulék fizetése nélkül áruljanak az utcán az emberek. Ezért számos bolha piacot tartanak ilyenkor, de ugyanakkor koncertekkel és más különleges programokkal is ünneplik a jeles dátumot. A hollandok a kisoroszi iskolában betekintést nyújtottak szokásaikba, és tréfás játékokkal lepték meg az alsó tagozatos diákokat. A hollandok adományokat is hoztak Magyarországra, közel 800 eurót gyűjtöttek önkéntes munkával. A kisoroszíjak is készültek az alkalomra. A diákok a nemzeti zászló színeit szimbolizáló kendőkkel mutattak be koreográfiát. A holland vendégektől közös szalonna és kolbászsütéssel búcsúztak a kisoroszíjak. Utolsó este forralt bor mellett idézték fel a korábbi látogatásaik emlékét. Tahitótfalu és Dunabogdány bravúros sikerével ért véget a megye 3-as labdarúgó szezon. Előbbi csapata sokáig bajnoki álmokat szövegető Ürömöt győzte le 3-2-re a Szentendrén található izbégi futballpályán, míg Bogdány Budajenőről térhetett haza 3 ponttal a 4-2-es győzelmét követően. Visegrád a végül bajnoki címet nyerő Pili Szántóval meccselt az utolsó fordulóban, és ahogyan az várható volt, nagy meglepetést nem tudott okozni, Szántó 6-2-re győzött. Zebegény Csőváron köszönt el a szezontól egy 7-3-as zakóval. Dunabogdány végül a 4. helyen zárta az északnyugati csoportot, Visegrád a 10., Tahitótfalu a 11. lett, míg Zebegény szintén sereghajtó pozícióban végzett, csak épp északon. A festészet után egy technikai művészet kapott teret a Pocsmagyari Rendezvényközpontban.
Ezúttal Bécsi László, zoológus, ornitológus természetfotói díszítették az előcsarnok falait. A megnyitó ünnepségen Szőcs Péter, a település kulturális programjainak szervezője köszöntötte a kiállító művészt, akit életének főbb állomásairól faggatott. A fotós 1967-ben az ELTE-n szerzett zoológusi diplomát, ugyanebben az évben jelentek meg első ismeretterjesztő cikkei az Élet és Tudomány, valamint a Búvár magazinban, illetve fekete-fehér képeit tankönyv illusztrációként közölte a Móra könyvkiadó. Az elmúlt évek során közel 5000 képet publikált, melyek egy része Schmittegung könyveit illusztrálja. Közös munkájuk az Ezer ágán ezer fészek című természetkönyv Nívó díjban részesült. Ezen kívül naptárak, leporellók és lemezborítók is kikerültek Bécsi László keze alól. Több kiállításon szerepeltek képei és 20-nál több madárfajról készített videófilmet. Ezúttal lakóhelyén, Pócsmegyeren is megmutatta alkotásait, ahol beszélt a közönségnek a fotózásról és a madárvilágról is. A helyi tárlatra Bécsi László, pócsmegyeri és dunakanyari vonatkozású képeit hozta el. A múlt század második felének egyik meghatározó természetfotósaként számon tartott ornitológus ma már nyugdíjas, ám fényképezőgépével változatlanul járja a természetet, rendíthetetlenül dolgozik itthon és külföldön egyaránt. Gyereknapi piacra várják a lakosságot Dunabogdányban. Június 10-én szombaton reggel 8-tól 12 óráig a Napraforgó Meseszínház előadásával, étellel és itallal fogadják az érkezőket. A rendezvénnyel összekapcsolva a piac helyszínéről startol idén a Brutál Futás, melyre 10 órától lehet nevezni. A kevésbé sportosak 10 óra 30 perctől sétálva vághatnak neki a távnak, majd 11 órakor a futók rajtolnak el a 7,3 kilométeres akadályversenyen. Háromnapos buli helyszíne lesz hétvégén Tahitót falu, június 9-től 11-éig koncertekkel, bemutatókkal, vetélkedőkkel és epres finomságokkal várják a lakosságot a település védjegyévé vált Eper Fesztiválon. Több neves előadó, például Deák Bill Gyula, Bebe, Nagy Feró, Aracki László és Péter Sramek is fellép a rendezvényen, de ott lesz a Groove House, a Desperado és az Irigy Hónajmirigy is. A rendezvényen kihirdetik a Diákalkotók Országos Tűzzománc versenyének eredményét, de a legízletesebb epres finomságokat is díjazza a zsűri. Az Eperárt rendezvény keretében idén a Kecskés Együttes koncertjét hallhatja a közönség, melynek a református gyülekezeti terem ad majd otthont. A Fesztivál Parkban szombaton és vasárnap gyermekprogramokkal indul a nap, este pedig fergeteges bulival zárul. Az Eper Fesztiválról további információ a plakátokon olvasható. Idén 6. alkalommal rendezik meg a Zebegény Hollandia labdarúgó mérkőzést június 10-én szombaton. A kispályás tornán részt vesz egy-két környékbeli csapat, illetve a hollandok mellett egy argentin válogatottat is vendégül látnak a településen. A nyitó meccsek 11 órakor kezdődnek, az egész napos rendezvényen a sport mellett bográcsozást és zenét is ígérnek a szervezők. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!